Köszöntöm nézőinket, Önök Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben mai adásunk tartalmát röviden. 14 milliárd forintos beruházást adtak át a Tamási Hús Kft-nél. Összevont trófeaszemle a Gyula Erdészeti és Vadászati Zrt-nél. Meghitt ünnepséggel köszöntötték a falu szépkorú lakóit Nagyszokolyon. A rászorulókat segíti az országos szervezet Tamási csoportja. Magyarország piacvezető békönygyártó vállalkozása a Tamási Hús Kft. A vállalkozás a 2018-2022-es időszakban három beruházása keretében több mint 14 milliárd forint összértékű kapacitás bővítést valósított meg. A fejlesztések hatására csökkent az üzem környezeti terhelésének mértéke. Az ünnepélyes átadón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett. 14 milliárd forintos beruházását adta át a Tamási Hús Kft. Ünnepélyes keretek között. A fejlesztésnek köszönhetően egy új üzemmel és raktárral gyarapodott a cégcsoport magyarországi telephelye. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, az élelmiszeriparban is szükséges a folyamatos innováció. Büszkék vagyunk rá, hogy Ausztria egyik legnagyobb húsipari vállata újra Magyarországon hajtott végre beruházást. Büszkék vagyunk arra, hogy a Girlinger csoport 5 üzeméből az egyik itt van Magyarországon, Tamásiban. Örülünk annak, hogy ez a beruházás megduplázza az önök bacon előállítási kapacitását, és ennek a megduplázott kapacitásnak a 80%-át a külpiacokon, vagyis export során fogják értékesíteni. És talán még ennél is fontosabb, hogy ez a 14 milliárd forintos beruházás 255 új munkahelyet hoz létre. Ráadásul ennek a beruházásnak egy jelentős részét a Tamási Hús, illetve a Girlinger csoport akkor határozta el, amikor a világjárványtól szenvedtünk, és ezek a beruházási döntések ebben a nehéz időszakban különös bátorságra vallanak, és bizonyítékul szolgálnak a Girlinger csoport lojalitására Magyarország és a magyar emberek iránt. Idei esztendőben már most így október végén elmondhatjuk, hogy Magyarország, a magyar gazdaság idén minden idők legmagasabb beruházási értékét tudja felmutatni. Soha annyi beruházás Magyarországon még nem jött létre, mint az idei esztendőben. Köszönöm szépen a Girlinger csoport magyarországi tamási beruházásait. Köszönöm a tulajdonosoknak, a magyarországi menedzsmentnek, hogy ismételten meghozták a beruházási döntéseket, és szeretném megköszönni a Tamási Hús valamennyi munkatársának, annak a több mint 450 embernek, akik a Tamási Húsnál dolgoznak, hogy olyan teljesítményt nyújtottak az elmúlt években, melyekkel kellő alapot biztosítottak ahhoz, hogy a tulajdonosok nyugodtan hozzák meg az újabb magyarországi beruházási döntést. Azt kívánom Önöknek, hogy a számításaik a következő években is váljanak be, és remélem, hogy találkozunk még újabb beruházások átadásán itt a Tamási Húsnál. Az erre vonatkozó, tapogatózó megbeszélések egészen biztatóan alakultak a mai napon is. A cégcsoport ügyvezetője Péter Schulze ünnepi beszédében elmondta, mindig is kiemelt szempont volt számukra, hogy a legjobbak legyenek és mindent megtegyenek a fejlődés érdekében. Süli János Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője gratulált a kapacitás bővítő beruházáshoz. Annak külön örülök, hogy ugye most nem először tudunk Tamásival lenni, más cég is kapott támogatást, és ez nekünk azért abból a szempontból fontos a 3. számú választókörzet szempontjából is, hogy ugye ez mégiscsak egy agrár térség, amellett, hogy Paks is ebbe a 3. számú választókerületbe vesz részt, de mi is mindenféleképp térségfejlesztés keretében ezt a munkát szerettük volna támogatni, hogy a hagyományos agrárgazdaság is fejlődni tudjon. Ennek óriási része az üzem is, hisz a világon azokat a termékeket, amit Magyarországon állítanak elő, magát a sertést, hogy megfelelő jó piacot biztosít, és az itt lévő munkatársaknak is, illetve akik a termelésbe magának a sertés előállításban részt vennek, azoknak is megbízható jövőképet kínál. Az ünnepélyes szalagátvágást követően lehetőség adott a kapacitás bővítő fejlesztés keretében kialakított üzem bejárására, amelyen Tamási város önkormányzata is képviseltette magát. A város számára is sokat jelent, hogy egy jól működő vállalkozás legyen a Tamási Hús Kft., mondta a település alpolgármestere. Elsősorban nekünk biztonságot
az itt dolgozóknak létbiztonságot, biztos munkahelyeket, korszerű, innovatív technológiák megismerését, hosszú távú elképzeléseiket megvalósítani képes biztos, stabil pontokat, ami a mai világban nagyon számít. És jó látni azt, hogy külügyminiszter úr, mikor itt egy rövid kis zárt körű tárgyalás során beszélt a tulajdonosokkal, hogy ez tényleg csak egy állomás, ez nem a végállomás, hanem a cégcsoport további fejlesztésekben gondolkodik. Ez nekünk azért fontos itt a városban, mert a stabil munkahelyek adják a városnak azt az alapját, amivel gyakorlatilag a város működőképességét biztosítják, és a kérdésben elhangzott, hogy az egyik legnagyobb, hogyha iparüzési adó fizetési képességét, vagy az eredményét nézzük a cégcsoportnak, akkor ők most a legnagyobb adófizetőink. Ez nagy öröm számunkra, hiszen mondom még egyszer, mindenki tudja, hogy 2007-ben hogy indult el ez a cég. Ahhoz képest itt most már, ahogy hallottuk, 80% exportképességgel rendelkező korszerű üzemet adtak át ma. Nagy büszkeségek számunkra, és amiben tudjuk, segítjük őket. Szinte heti rendszerességgel valamilyen ügyben összefutunk a húsüzem vezetőségével. Különösen most, hogy Európában ugye ez energiaválság fennáll, egy közös együttműködést próbálunk létrehozni a helyben lévő vállalkozások, nem csak a húsüzem, hanem az összes többi vonatkozásában, azért, hogy nekik is az energiakitettségük egy kicsit, hogy mondjam, az a volatilitás, meg az a kiszolgáltatottság csökkenjen. Ebben ők partnerek, és mi is partnerek leszünk ebben velük. Bölcsődei ellátással és gyermekfelügyelettel is büszkélkedik a cég, mely hitvallása szerint a Tamási hús az a hely, ahol a dolgozó az egyik legfontosabb érték. Hiszen a cégnek fontos, hogy a munkatársak munka és életkörülményei jók legyenek, ami hozzájárul a stabil termeléshez is. A Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT idén összevont trófea szemlén mutatta be az idény alatt elejtett gím és dám trófeákat a miklósvári parkerdőben. Az ünnepélyes esemény alkalmával Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, hogy jó látni a vadásztársaság aktivitását, míg Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a vadásztársaság munkája nem csak a megye életében fontos. Vadász Kürt szólam törte meg a csendet Tamásiban a miklósvári tónál található Szent Hubertus kápolnánál. A Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT összevont gím és dám trófea szemléjére invitálta nem csak a szakma képviselőit, erre az idilli helyre. Göbölös Péter a társaság vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a tavalyi év kiemelkedő trófeáit az idejiek sem múlták alul. Az átlag trófea tömeg, ami az agancs felrakásra vonatkozik, annak a pozitív folyamata tovább folyt ebben az évben, annak ellenére, hogy egyébként az asszályos időszak nyilvánvalóan a tápanyag lehetőségeit a vadnak beszűkítette. A másik pedig a pontszámok vonatkozásában nagyon sok 200 pont fölötti bikánk született akár gémből, akár dámból, ami azt mutatja, hogy nemcsak a trófeának a materiális tömege nőtt meg, hanem ezek a trófea formák a kedvező genetikai faj, a itteni helyi fajra jellemző formák alakultak ki, és ez egy nagyon fontos visszajelzés számunkra. Ezekre én különösképpen büszke vagyok. Az erdők mélye fontos munkát kíván meg a szakemberektől az év minden szakában. Az egyik legjelentősebb szempont a vadgazdálkodásban a vad élőhelyének a védelme, annak a fenntartása. Egyébként ez nem csak Magyarországon, nem csak Európában, ez az egész világon egy kulcskérdés. Tehát a vad nyugalmának a megteremtése az egy nagyon fontos dolog. Akkor tud szaporodni, akkor tud nyugodtan táplálkozni, akkor tud egy élőhely, élő közösségben lenni. Ez nagyon fontos. Hát nyilvánvaló emellett a hozzátartozik a vadászati munkához a vadtakar, kormányozása, vadetetése például azokban az időszakokban, amikor nem tud táplálékhoz jutni, ez is egy fontos szempont. És az is egy fontos szempont, hogy nekünk erdészeknek a másik irányba is kell egy kicsit kacsintani, hogy az erdőket is emellett fel kell tudnunk tartani. És a mai erdőtörvény nagyon helyesen egyébként nagyon kismértékben tolerálja a vadkárnak a lehetőségét, tehát gyakorlatilag a vad kár megelőzés is egy nagyon fontos eleme a gazdálkodásunknak, és nyilvánvalóan a vadeltartó képesség fenntartása,
annak egy alap pillére, hogy az állomány nagyságot, a megfelelő állomány nagyságot, annak a megfelelő korosztály viszonyait fenntartsuk. Erre folyamatosan figyelni kell, kvázi monitorozza a részvénytársaság szakember gárdája ezt az állomány alakulást, és ennek megfelelően hoz intézkedéseket. Ha ez elmarad, azt gondolná az ember, hogy ezzel jót tesz, mert hogy nem hasznosít annyi, nem vesz ki annyit az állományból, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon helytelen és tévút. Ezeket az állomány szabályozásokat nem lehet megúszni. Alapvetően két út van Európában ebben a trófea szemle szervezés vonatkozásában. Az egyik az az út, amikor egy zárt szakmai közeg saját magának valami zárt helyen megtartja, és van a másik út, amikor ezt kinyitjuk a külvilágnak. Az ünnepélyes esemény alkalmával Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár visszautalt a tavaly megrendezett világkiállítás egyik pozitív hozadékára is. A világkiállítás jó alkalom volt annak a bemutatására, hiszen csak Budapesten 616 ezer látogatónk volt a Hungexpón, és országszerte 1,6 millió ember látogatott ki a különböző rendezvényekre, hogy ha jól mutatjuk be azt a tevékenységet, amit a vadgazdálkodásban dolgozók, illetve a vadászok folytatnak, akkor azt a hétköznapi ember is megérti és elfogadja. Nem vérengzésről, nem esztelen lődözésről van szó, hanem egy olyan emberi tevékenységről, amely egyrészt évezredek óta a humanitás az emberiségnek a velejárója, másrészt pedig szükséges. És azt gondolom, hogy a trófea szemlék egy illusztrációt mutatnak arról, hogy milyen minőséget is termelnek egyúttal, zárójelben jegyzem meg, bevételt is jelentenek természetesen az erdőgazdaságok és az ország számára, de hogy ez egy olyan harmóniában tud létezni egyébként a természettel, illetve a helyi közösségekkel. Egy a természettel volt ugye a jelszava a világkiállításnak, ami azt gondolom, hogy ki is fejezi a lényeget. Itt, hogyha valaki eljön Tamásiban a Gyulay ZRT trófea szemléjére, itt azt látja, hogy itt mindenki jól érzi magát, az erdészek és a vadgazdálkodással foglalkozók érzik a megbecsülést, az ide látogató laikusok, akik nem vadászok, azok pedig látják a munka gyümölcseit. A rendezvény alkalmával Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a vadásztársaságok munkája nagyon fontos az egész ország számára. Látjuk azt, hogy milyen energiaválság van az egész világon, kiemelten pedig itt Európában és Közép-Európában is, amely bennünket érint. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ebből a lakosság minél kevesebbet érezzen, és hogyha nem lennének az állami erdőgazdálkodók, illetve gazdaságok, akkor úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb dolgunk lenne, és a lakosság is sokkal nehezebb helyzetbe kerülne. A társaság több évtizede szervezi meg trófea szemléit. A magyarországi, köztük a Gyulay Erdészeti és Vadászati ZRT területén élő dámállomány a vadászok körében ma is a legjobb hírnévnek örvend. Nagyszokolyon a település tornaterme ad helyet a falu lakosságát megszólító rendezvényeknek. Ezúttal a 65 év felettieket invitálták egy jó hangulatú, ebéddel egybekötött több órás találkozásra. A meghívást elfogadók örültek neki, hogy olyanokkal tölthették az időt, akikkel nap mint nap nem adódik lehetőségük beszélgetni. Nagyszokoly szépkorú lakóit invitálta a település önkormányzata egy délutára, ami nekik és róluk szólt. Ezzel szerettek volna számukra kedveskedni idősek napja alkalmából. A műsort adó hölgyek nem voltak ismeretlenek a meghívottak számára. A szociális hölgyek, akik az öregeket gondozzák, napi szinten ellátják, bevásárolnak nekik, ebédet visznek nekik, ha kell segítenek a ház körül, és az ő segítségükkel tudtuk ezt a napot összehozni, megszervezni. Ők nagyon sok részt vállaltak akár a főzésben, meg az embereknek az összeírásában, hogy ki szeretne eljönni, ki szeretne buszt, meghívó kihordását ők intézték, úgyhogy nagyon nagy segítséget kaptam tőlük, hogy ez a nap így létrejöjjön. Mi 60 évtől hívtuk meg az embereket. Több az elmúlt 10-15 évben több, hogy 60, 62, 64, hogy mindig változtatták, és akkor én úgy döntöttem, hogy a 60 éves kortól felfelé. 73-an iratkoztak fel, hogy jönnek, de szerintem olyan is eljött, aki csak úgy meghívót kapott és látta, hogy van meghívó. Velük is számoltunk, mert több terítéket is hoztunk, több ételt is készítettünk, hogy nehogy abba a hibába essünk, hogy nem lesz elég, de nagyon örülök és nagy örömmel tölt el, hogy ennyien megjelentek. Az előző idősek napjain hát még nem volt ennyi ember.
azt mondták nekem. A település önkormányzata nem csak ezen az egy napon figyel a falu idős lakóira. Hetente több alkalommal keresik meg őket különféle kérésekkel, amiknek próbálnak mindig eleget tenni. A falu gondnoki szolgálat az majdnem 100%-ban erre teszi ki a szolgálatát. Nagy részben az időseket tudjuk elvinni, akár Tamásiba, vagy egészségügyi intézményekbe, az ország bármely pontjára, mert Budapesttől Pécsen át mindenhova szállítjuk vizsgálatokra az időseket, és ezzel tudjuk meg, hogyha a közfoglalkoztatottak tudnak segíteni az időseknek, akár favágással ilyenkor téli időszakban, nyáron fűvágással, hogy mindenképpen segítjük és támogatjuk őket. A település legidősebb lakója Margit néni, aki augusztus végén töltötte be a 96. életévét. Mai napig aktívan él, nem szereti a tétlenkedést. A rendezvény alkalmával meghatódva fogadta a köszöntő oklevelet a település polgármesterétől. Örömmel tett eleget az önkormányzat invitálásának, hisz tudta, rég nem látott ismerősökkel találkozhat majd. Most is már találkoztam, meg arra is vannak. Hát már régen jártam, mióta a Galambos bácsi meghalt 4 éve már. Most nem nagyon megyek sehova. Magdék elhoztak a Rákóczi utcába, el is adtuk a házat. Akárba kimegyek a Magdéknál, raktam a tennap előtt a pokhagymát. Aztán Magdi meg mindig nézi, hogy mára vagyok. Már nem azért hozott el, hogy dolgozzak, de nem szeretek, mert megszoktam azt, hogy csinálom a dolgomat. Szeretek mozogni. A falu idősebb korosztályát képviselte Sanyi bácsi is, aki egyáltalán nem érzi magát annyi idősnek, mint amiről a születési éve árulkodik. Én még olyan középkorú vagyok. Ja, egy nap kapta az Orbán Viktortól a megemlékezést, mert 90 éve. 90 évesnek tetszik lenni ezt? Most egy jövő szombaton leszek 90. Az ebédet megelőzően ünnepi műsorral készültek a 65 év felettieknek a szervezők. Az óvodások jól begyakorolt versekkel érkeztek. Nagy mama reszketek, de fogja a kezetet. Elvezet a gondon át minden félős unokát. A nagymama elringat, simogat és puszilgat. Hallgass meg, hogy mit mesél, és az ő álma te legyél. A délelőtt műsorából a zenés elem sem hiányozhatott. Együtt dobban a szív, benne dobban a szó, magyarnak lenni, igenis jó. Az egeti kémel, aki lomik rá, karába zárja a magyar hazát. A mindennapok folyamán őket segítők sem érkeztek szép szavak nélkül, több verset hallhattak tőlük. A soraikból is volt olyan, aki meglepetéssel készült társainak. Az ember már elvárad, hogy ott van körülött. Én vagyok akárban, de eljön majd a régen várt az kérdett napot, a nyugdíja van. Addig is vigyázok, ne érjen már, hogy véletlen kiült az ágy. A meghívottakat egy finom ebéddel vendégelte meg az önkormányzat, majd a desszert után a táncra is lehetősége adódott a nagyszokói szépkorúaknak. Két fontos dátumot kell megjegyezni a Tamási Caritasszal, illetve munkájukkal kapcsolatosan. A szervezet idén ünnepli 25 éves fennállását, ez alkalomból november 19-én rendezvényekkel várják majd az érdeklődőket. A másik dátum a november 15-e, eddig lehet ugyanis tartós élelmiszerrel segíteni a munkájukat. A katolikus Caritas célja, hogy nemre, korra és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segítse a rászorulókat, bajba jutottakat. Tamásiban a szervezet már több mint 2 évtizede munkálkodik ezen. Idén ünnepli a Tamási Katolikus Caritas a 25 éves fennállásának 25 éves évfordulóját. Ez alkalommal egy egész napos programmal készültünk, vagyis készülünk. Első körben a program kezdete 9 óra 30 perckor november 19-én egy szentmisével fog kezdődni, amelyet Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes testvér fog celebrálni, majd ezt követően Csaba testvér egy kis elmélkedéssel fogja folytatni a programot. Itt szeretném
felhívni azoknak a figyelmét, akik érdeklődnek ez iránt, hogy regisztrációs jeggyel látogatható mindkét program. Városszerte és a Tamási Caritas Facebook oldalán megtalálható plakáton fel van tüntetve, hogy kiktől is szerezhető be a regisztrációs jegy, mely mind a Szent Mise, mind az előadás látogatására lehetőséget biztosít. Ennek a helyszíne a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium aulája lesz, és hát ott fog folytatódni egy esti jótékonysági bállal a program, ahol téli ruházatra fogjuk a bevételt felhasználni. És hát itt érdemes még megjegyeznem azt, hogy a délelőtti program is a jótékonyság jegyében fog zajlani, hiszen a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak fogjuk gyűjteni a délelőtti adományokat. Ez a Szent Mise és az elmélkedés alatt fog lezajlani. És hát aki érdeklődik, azt szeretettel várjuk. Szintén a jótékonysági bál is a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium aulájában lesz. A regisztrációs jegy ingyenes. A báli jegy 1500 forintba fog kerülni, illetve támogatói jegyekkel is lehet támogatni ezt a rendezvényt, az pedig 1000 forint. Természetesen egész évben jelen vagyunk a köztudatban, illetve a társadalomban, és folyamatosan segítünk, hiszen ez egy segélyszervezet. Így a 25 éves évfordulós program, ez csak egy napos program, de ezen kívül már most is zajlanak adománygyűjtő akciók, most is vannak pályázataink, amelyel nyilvánvalóan a szeretet ünnepére, a karácsonyra készülünk, és a rászorulókat fogjuk segíteni. Az országos szervezet helyi csoportja is csatlakozott a Nyisd meg a kezed a szűkölködők és szegények előtt elnevezésű tartós élelmiszergyűjtő akcióhoz, amelyet a helyi üzletláncboltjában valósítanak meg keddi és csütörtöki napokon. Ez egy országos adománygyűjtő akció. Országosan lehetősége van minden Caritas csoportnak arra, hogy gyűjtsön. Mindkét nap délelőtt vannak önkénteseink, két személy, és tartós élelmiszereket gyűjtünk. Ruhaakciónk volt most szeptember végén, és nagyon sikeresnek mondható. Éppen ezért tervezzük áprilisban, tavasszal a következőt. A művelődési központban szerveztük ezt meg a legutóbb is. Minket csütörtökönként lehet megtalálni a plébánia mellett lévő épületben. Mi csak Caritas háznak hívjuk, de ha a tamásiakra gondolunk, akkor ők a volt Göndöcs ügyvédi irodát keressék, ott van a mi székhelyünk. És igen, ruhaadományokkal is tudunk szolgálni, illetve jelenleg az élelmiszergyűjtésből is tudunk tartós élelmiszereket szolgálni. Csütörtökönként délelőtt 8 és 11 óra között vannak itt az önkénteseink, ők készséggel állnak mindenkinek a rendelkezésére. A Caritas hálózat tamási csoportjában dolgozó önkéntesek számára fontos a rászorulók segítése, a hozzájuk fordulók problémáit igyekeznek orvosolni. Többször kapunk megkeresést, akár helyi, akár globálisabb szinten is, környező településekről. Mi első körben ruhaneművel bárkinek, szinte minden korosztálynak tudunk segíteni. Ebből elég jó a raktárkészletünk. De ezen felül vannak akcióink, mint a mostaniak is. Még olyan lehetőségek is vannak, ezekre pályázni kell, de megoldható. Van egy úgynevezett lakhat program, amely rászoruló családoknak a lakásában felmerülő felújítási problémákra tud segítséget nyújtani. Aztán van pelenka akció, ahol újszülötteknek, illetve hát csecsemőknek tudunk pelenkát biztosítani. Ha önök is szívesen támogatnák a szervezet tartós élelmiszer akcióját, akkor azt még november 15-ig megtehetik. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!